Balázs, a legutóbbi találkozásunkkor említetted, hogy sajnos nehezíti valami a felkészülésedet. Mi az, ami pontosan hátráltatott, és elmúltak-e már az akadályok? Így van, ez ugye az allergia nevű népbetegség, és augusztusban különösen nagy problémáim adódtak ebből, akkor volt ugye a tetőfoka ennek az egész allergia szezonnak, és hát ugye most is, ha jól tudom, a parlagfűnek van a szezonja, úgyhogy hát továbbra is érzem, de úgy próbál kompenzálni, hogy minél több kondicionáló edzést csinálok. Idén kihagytátok a külföldi edzőtáborozást, mennyire érzitek ennek a hiányát, mennyire sikerült pótolni a kimaradást? Hát szerintem abszolút nem volt hiány, sőt, még talán jobb is volt, hogy itthon edzettünk. Ugye a hétvégén volt egy felmérő, ahol a bírók elmondták a véleményüket, és mindenki kiemelte, hogy mennyire tetszenek idén mind a rövid program, mind pedig a Kürnek a koreográfiái, és ők is meglepődtek, hogy nem külföldön egy nagy koreográfus készítette, hanem mit csináltuk, de talán azért is jobb így, mert nem kellett gyorsan összecsapni két hét alatt egy programot, hanem lassabban csináltuk, viszont minden a mi ízlésünknek megfelelően, tudásunknak megfelelően készült el. Említetted a felmérőt, hogyan sikerült? Nagyon jól sikerült. Ugye a rövid programot kellett egybe bemutatnunk, illetve a Kürt részenként. Egyetlen kritikának a rövid programba a kötelező táncot kaptuk, hogy azon egy kicsit erősítsünk, mert ha bár külön így jól megy, de hogy egybe programba azért még azt arra rá kell gyúrni, viszont nagyon tetszettek a bíróknak az emeléseink, különösen kreatívnak tartották, úgyhogy reméljük, hogy szezonban majd jól fogok menni. Beszéljünk egy picit a Kürről. Milyen elemek kerültek bele, mik azok, amik nehezek, mik azok, amit szerettek, mik azok, amik még csiszolni kell? Mutassátok be egy kicsit nagy vonalakban a Kürt. Hát ugye, mivel sok idő volt rá, hiszen ahogy az előbb említette Dóri, ugye nem az volt, hogy kimentünk külföldre, és ott egy fix időintervallumon belül kellett összehozni a koreográfiát, ezért volt időnk kísérletezni különböző elemekkel, és a legideálisabb, de a végig is hát a legkreatívabb és különlegesebb elemeket próbáltuk hát beleépíteni a programba, mind az emelések, mind a lépéssorok, és az összes egyéb elem terén. Tehát úgy gondolom, hogy most a mostani emeléseink eltérnek az eddigiektől, és ez pozitív irányban történik. Honnan jött az ötlet, hogy magatok csináljátok a kürötöket, illetve mennyire bizonyul eddig sikeresnek ez az ötlet? Azért ez egy erős túlzás, hogy mit csináltunk, hiszen itt Magyarországon az egyik legjobb argentin tangóssal dolgoztunk együtt. Vele dolgoztunk külön, először szárazon tanultunk meg tangózni, és a jégre már az edzőnkkel raktuk rá a jégre a tangót. Tehát azért nem önállóan történt ez a programkészítés, csak mi is beleszóltunk abba, hogy legyen ez kényelmes. Hogy érzitek, mikorra lesz kerek egész a kürötök, és mikor léptek vele először versenyre? Mi vár rátok szeptember-októberben? Hát ugye az első versenyünk az október 4-én fog kezdődni, a Finlandia Trophy, és ugye addig még van tulajdonképpen egy hónapunk, és ahogy ezt a felmérő is mutatta, gyakorlatilag technikai gondjaink szerintem már nincsenek, igazából csak csiszolni kell a programon, és gyakorlatilag hát kerek egésznek mondható mind a két program, csak minél többet kell csinálni, és szerintem ez az egy hónap, ez bőven elég arra, hogy maximális formába hozzuk magunkat. Mennyit fogtok edzeni a következő hónapban? Minden este lesz egy 2 órás edzésünk, illetve úgy oldottuk meg az egyetemet, hogy heti 3-szor el tudjunk jönni napközben is még 2 órát edzeni, tehát most idén úgy néz ki, hogy elég sokat leszünk hígen, és minden mellett lesznek balett, illetve erősítő edzéseink is. Különösen fontos, hogy most már lassan mondhatjuk azt, hogy célegyenesbe érkezhetünk az olimpiához. Mi a véleményetek az olimpiai kvalifikációról? Mennyire égető probléma, vagy mennyire távlati cél még csak? Hát mondjad. Először még van előtte 2 forduló, amit úgymond meg kell nyernünk. Először is, hogy mi utazhassunk ki a világbajnokságra, ahol az első számú kvalifikáció történik. Itt a legjobb 19 pár fog kvalifikálni az olimpiára, illetve marad még 5 hely, ami majd az olimpiai évében egy kijelölt kvalifikációs versenyen lehet megszerezni.
De hát a világbajnokságra se egyszerű kijutni, mert amellett, hogy itthon ki kell vívni rá jogot, nemzetközi versenyen meg kell szerezni egy minimum pontot, úgyhogy idén eléggé megcsavarták. Hát igen, abban igaza van a Dórinak. De ez még azért távol itt ugye maga az olimpia, tehát van időnk erre is. Mennyire az olimpia lebeg a szemetek előtt, vagy mennyire inkább a kitűzött célok, amik rövidebb távon vannak? Olimpiára készültök, vagy egyelőre mindig csak a következő lépcsőfokra? Hát egyelőre úgy gondolom, hogy mindig a következő versenyt, illetve célt, a legközelebbi célt tűzünk ki, hogy azt teljesítsük minél jobban. Természetesen a hosszú távú cél az olimpia, és ugye említsük meg ezen kívül, vagy mellette az univerziádét is, ami ugye most el lett csúsztatva, mert a szlovénok nem tudták megszervezni, de a következő szezonban erre is sor kerül majd. Tehát az olimpia évében tulajdonképpen ez egy úgy, kis olimpia lesz idézőjelben. Egy bemelegítés meg decemberben az olimpia előtt. Hogyha sikerül kijutnunk, ami ugye a legfőbb célunk. Nagyon szépen köszönöm!